Hello mindenkinek, Rezsekt vagyok. Most, hogy itt vannak az ünnepek, gondoltam, kicsit keresgélek, hát ha találok valami olyan alkotást, amit még nem láttam, és elvileg karácsonyi jellegű erre. Amúgy rá kellett jönnöm, hogy az animék között valami rettentően kevés az a mennyiség, ami belemagyarázható ebbe a kategóriába. Tavaly ugye a Toradorát hoztam fel, idén pedig gondoltam, megnézem azt az egyestés filmet, ami még magyar szinkront is kapott amúgy, és arra a címre hallgat, hogy Tokyo Godfathers. Elértük egy évnek a végét, remélhetőleg mindenki kapott egy-két ajándékot a szeretteitől, barátaitól, viszont ez az időszak, amikor még a karácsony és az új év között vagyunk, nos, ez meglepően letargikus tud lenni időnként. Egész évben várjuk a karácsonyi ünnepeket, mert összegyűlik a család, és végre családnak is érezzük magunkat. Manapság eléggé nehéz tud lenni az év többi részén egyáltalán leülni és együtt ebédelni mindenkivel, pedig a legtöbben pont, hogy a családjukért csinálják ezt. Ha valakit igazán szeretsz, próbálj minél többet együtt lenni vele, mert a közösen eltöltött idő sokkal nagyobb eszményértékkel bír, mint akármelyik ajándék, amit megvehet az ember. Addig kell értékelni a szeretteinket, amíg ott vannak nekünk, és erre egy nagyon jó emlékeztető ez az időszak, amikor mindenki egy kicsit lenyugszik, és összeülünk beszélgetni egy jót a végig stresszelt ajándékokért való rohangászás után. Nem lehet tudni azt, hogy ez az időszak meddig fog még tartani, mikor fogunk elveszíteni valamit vagy valakit, aki számunkra nagyon fontos, ezért pedig jobb, ha legalább lélekben felkészülünk erre az eshetőségre, ha nem akarunk teljesen szétesni abban a pillanatban, amikor a lehető legrosszabb bekövetkezik. A karácsony vége nekem egy emlékeztetőként szolgál, hogy mindennek vége szakad előbb-utóbb, és ilyenkor szerintem megéri egy kicsit elgondolkozni ezen a témakörön. Mit vittünk véghez az elmúlt évben? Mit veszítettünk idén? Mi az, amire szert tettünk? Amikor valami fontosat elveszítünk, könnyen csőlátásunk alakul ki, hogy csak az az egy valami számított, és annyira gyászoljuk azt az egy valamit, hogy nem vesszük észre a rengeteg másik dolgot, amink még megvan, amiket meg kéne becsülnünk, hogy ne legyenek újabb megbánásaink. A mai animénk pedig ezekről a megbánásokról szól, és egy nagyon kalandos, csodákkal teli történetről, ahogyan egy pár ember megtanul szembenézni velük. Ez lényegében a Tokyo Godfathers. A történet középpontjában három nem tradicionális főszereplő áll, konkrétan hajléktalanok, akiknek az életében valami balul sült el és az utcán kötöttek ki. Mind a hármójuk életében valami félrecsúszott, és annyira nem bírták ezt feldolgozni, hogy teljesen egyedül maradtak, pénz és hajlék nélkül. Mondjuk attól még, hogy a híd alatt végezték, ez nem azt jelenti, hogy rossz emberek lennének, csak egyszerűen túl gyengék egyes területeken. Azonban szent este napján, amikor éjszaka éppen nyakig turkálnak a szemétben, hát ha találnak valamit, egy fura dologra lesznek figyelmesek. Egy kisbaba sírására. Valaki a babát a szemetek között hagyta, hogy halálra fagyjon, a három hajléktalannak pedig megesik a szíve rajta, és hirtelen fellángolásból úgy döntenek, megpróbálják felnevelni, ám rövidesen kialszik ez a láng elvégre, pénz és otthon nélkül egy ilyen csöpséget felnevelni lehetetlen feladat. Így pedig elhatározzák azt, hogy ha kell, vért izzadva is, de megtalálják a gyermek szüleit. Ezzel pedig kezdetét veszi a tortúra, aminek során szentestétől fogva egészen szilveszterig fog tartani a rohanás egész Tokión keresztül, kétségbe esetten keresgélve, hol a szülőket, hol egymást, mert valami váratlan dolog történik. Bár a három hajléktalan szemszögéből észleljük a történetet legfőképpen, itt igazából a tényleges főszereplő az inkább a város. A cselekmény pár napja alatt folyamatosan történik valami, egyfolytában nyüzsgés van, kicsit furcsállam is, hogy az akció műfajban nem került bele ez a film, mert olyan szinten izgalmas és pörgős legfőképpen a második fele. Amibe bele lehet keveredni, abba bele is keveredik a három főbb karakterünk, legyen szó akár maffia háborúról, emberrablásról vagy öngyilkosságról, ennek hála pedig az egész város ténylegesen élettel telinek érződik, tel is tele olyan karakterekkel, akik igényesen ki vannak dolgozva, mindössze a történetben nem kaphatnak fókuszt a folyamatos rohanás miatt. Mondjuk ettől még a három főszereplőnk és rajtuk kívül még egy-két személyiség
iszonyatos mélységet kap, a film másfél órája alatt egyetlen másodperc sincsen elpazarolva, egyfolytában olyan dolgok történnek, amik előrébb viszik a cselekményt és közelebb juttatják a filmet a végkifejletéhez. Másfél óra rohanás alatt szépen lassan mind a három főszereplő körülményeit megismerjük, és nagyon jól elvarja az író a legtöbb szálat. Apropó, ha már egyszer író, nos, ez egy originál anime, ami azt jelenti, hogy ez az egy film van, és ennyi. Ezért pedig két ember felelt legfőképpen. Satoshi Kon alapjáraton egy legenda volt az anime iparban, elvégre ő rendezte a Perfect Blue-t, illetve a Paprikát is, de mellette még Nobumoto Keiko töltötte be a forgatókönyvíró szerepét, akinek ismertebb munkái a Cowboy Bebop és a Samurai Champloo. Mind a ketten nagy hírnévnek örvendenek, szóval abszolút nem meglepő az, hogy egy karácsonyi alapkoncepciójú alkotásból ennyit ki tudtak hozni. A karakterek mind-mind rettentően élénkek, tel is tele vannak élettel és nagyon jól ki vannak találva. Ott van mondjuk Gin, a hajléktalan trió egyharmada, ő egy eléggé megkeseredett középkorú férfi, aki valahogy még csak-csak boldogul, de érezhetően feladta az életet, mert a múltjában történt valami, ami miatt egyszerűen képtelen saját magának megbocsátani, és úgy érzi, megérdemli azt, hogy emiatt ilyen körülmények között kell élnie, viszont összehozta őt a sors egy fiatal lányjal. A 20 év körüli Miyuki valaki szintén a trió tagja a cselekmény indulásakor, és nagyjából Miyuki az oka annak, amiért Gin még egy hajszálnyi élni akarást tanúsít. Ez a lány amúgy eléggé fura egyszerzett, megvan a családja mindössze, egyszerűen történt valami odahaza, ami miatt úgy érezte jobb, ha menekül a házból, így pedig fél éve ő is hajléktalanként tengeti az életét, és ha azt hiszed, az ő alapkoncepciója abszurd, rengeteg hozzá hasonló fiatal lány él Japánban amúgy ugyanebben a helyzetben. Ez ott sajnálatos módon egy létező jelenség. És a harmadik tagja a triónak az nem más, mint Hana, aki egy okama, ami egy szebb szó Japánban a homoszexuális férfira. Ez a karakter amúgy egyszerre bizarr és imádnivaló, mert úgymond ő a lelke a csapatnak, belészorult egy kis kitartás egyedül, és a makacságával rábírja a másik kettőt arra, hogy tartsanak vele. Az ő életében is amúgy történt valami, aminek hála elvesztette a célját és az élni akarását, ám ő egyféle megnyugvással lelt, így minden fura tulajdonsága ellenére ő lesz a legpozitívabb és legérzelgősebb hármójuk közül. Ennek a triónak követjük pár napját, ahogyan próbálják lenyomozni azt, hogy ki lehet a csecsemő, az útjuk alatt pedig rengeteg új ismerőse tesznek szert, és ugyanennyi alak köszön vissza a múltjukból, az utóbbi pillanatok pedig kivétel nélkül mindig mélyre tudnak vágni, lehet, hogy ennyire tragikus körülményeim nincsenek, mint nekik, de valahogy mindig azonosulni tudtam az összes felvonultatott karakter történetével. Ami szerintem tényleg alátámasztja azt, hogy milyen zseniális munkát végzett a rendező és a forgatókönyvíró. Nem véletlenül említettem meg őket, bár azért karácsonyi filmként van egy vonás ennek a történetnek, ami nekem egy picit talán túl sok volt a végére, és ez a csoda, mint elem. Mármint egyszerűen olyan abszurd szinten szerencsés mindenki benne, hogy kiérezni belőle az ünnepek okozta átszellemültséget. Ez van akinek pozitívum, és van akinek negatívum, de ettől eltekintve még megemlítem, csak hogy ne legyen meglepetés, ja és még egy valamire felhívom a figyelmet. Legutóbb a Redline-os videómnál is egy páran kiakadtak, hiszen voltak benne csecsek, szóval ezt most külön megemlítem, hogy mivel a filmben vannak kisbabák, azokat szoptató édesanyák is szerepelnek, ergo vannak csecsek. Csak hogy ne érjen ez senkit sem váratlanul. Az ütemezésre amúgy egy panaszom sincsen, az eleje kellően lassan indít ahhoz, hogy felvázolja a kulcs szereplőinket és megszerettesse velünk őket, és amint ezzel a résszel végeztünk, kezdődik az akciódús rohanás, amin egy másodpercig sem lehet unatkozni. A film végére konkrétan nehezemre esett elhinni azt, hogy ennyi tartalom belefért mindössze másfél órába, legalább két és félnek éreztem, jó értelemben. Na de a vizuális részre rá kanyarodva, nos, eleve a Tokyo Godfathers-öt a Madhouse animálta, akik napjainkban az egyik legnagyobb animációs stúdió, ők csinálták annó a Death Note-ot, a One Punch Man első évadát, a 2011-es Hunter x Hunter-t, és ez csak a három legnépszerűbb animéjük, ezeken kívül még több mint 10 zseniális alkotást fel tudnék sorolni, ami az ő nevükhöz fűződik, annak ellenére is, hogy az elmúlt 2-3 évben eléggé megkérdőjelezhető irányt tartanak, mondjuk alapjáraton a mai
mai egyestés filmünk, hát nem mai, 2003-as alkotás ez, szóval ma holnap 20 éves lesz, ennek megfelelően az animáció is jóval old school-abb, mint amihez a többségetek szokhatott, de ettől még egy nagyon kellemes élmény marad, egyáltalán nem veszel semmit sem az, hogy kicsit régebbi vágású. Sőt, talán fura módon pont ennek hála érződik annyira ünnepinek és különlegesnek. Viszont lassacskán rákanyarodva a zenei részre, a zeneszerző nem más volt, mint Suzuki Keiichi, aki bár nem sok projektben vett részt, közülük nem egy kifejezetten különleges alkotás, ő komponálta például a Saint Onesan című egyestés film zenéit, de amúgy a Hoseki no Kuni esetében is az openinget, valamint az endinget is neki köszönhetjük, úgymond kisegített abban a projektben, szóval időnként felbukkan még az öreg, és mindig nagyon színvonalas munkát végez. A Tokyo Godfathers esetében is nagyon passzolnak a zenék mind, nem azt mondom, hogy hú, de ikonikusak voltak, a főszerepet azért meghagyták a cselekménynek és a szereplőknek, de sokat segítettek az ünnepi atmoszféra megteremtésében, illetve a főszereplők sokoldalúságának a kivitelezésében. Na de, ha így az ünnepek felé szívesen megnéznél valami animét, ami illik a hangulathoz, vagy pedig egyszerűen eleged van Kevinből, ha szereted a meghitt hangulatú, ám ennek ellenére nyers és hétköznapi érzetű alkotásokat, amik tényleg hétköznapi ember szólnak, és az ő problémáikról, megbánásaikról, ahogyan szembenéznek ezekkel, feldolgozzák őket, ha imádod a kidolgozott szereplőket, a komplex, de jól kivitelezett történeteket egy kicsit régebbi stílusú animációba és jó passzoló soundtrackbe csomagolva, na akkor itt az ideje annak, hogy ránézz a Tokyo Godfathers című animére. Kicsit megkésve ugyan, de boldog karácsonyt kívánok mindenkinek, illetve kicsit korán, de előre is boldog új évet elvégre. Ez volt idén az utolsó vasárnap, ezzel együtt pedig az utolsó anime ajánló is 2021-ben, szóval gondoltam, itt mind a kettőt megejtem gyorsan jobb hiány, szóval kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek még egyszer, illetve ha meghoztam a kedvedet a Tokyo Godfathers című animéhez, akkor jó szórakozást kívánok hozzá!